hozok innen mindenki Szegedről. Ugye itt benne áll ez a csörgős vagy vonat, ez fog majd Csabára menni, de én most nem arra fogok, hanem a 136-os vonalra fogok kimenni, és az étvítés folyamatát fogom dokumentálni. Egészen Röszkéig, sőt, hogyha időbe belefér, akkor Horgosig is kimegyek. Hát 10 perc múlva fog indulni ez a csörgős vonat, én azt már várom meg. Inkább innen majd átmegyek. Akkor a 136-os vonalra, és akkor ahol lehet, ott majd a vonalat követve fogom dokumentálni, hogy éppen hogy áll az építkezés. Egyébként idefele már azt láttam, hogy sinek már le vannak rakva, és úgy tudom, hogy Szent Mihály telekig már eljutottak vele. Fele a 5-ös út kereszteződés, elszagytuk el az előbb, és sikerült a csörgős vonatot itt elkapni, hát a Békés Csabai személy, és arrafele, ugye itt a 136-os, bár itt ugye ez még a Szeged állomás váltókörzete, vagyis hát már ugye Szeged rendező, és arrafele kell nekünk majd tovább menni, és ott fog majd elágazni, mert ugye valójában ez egyébként egy vonal volt. Ja, az Alföld Fiumei Vasút társaság által épített vonal, eredetileg a szegedi nagyállomás nem is érintette, hanem Rókustól egyenesen ment ugye Szabadka fele, és hát ugye onnan Fiumébe. Tehát az később épült meg a delta vágány a szegedi nagyállomás fele, illetve a másik becsatlakozó, és akkor későbbiekben pedig felszedték az egyenesen tovább haladó vonalat, ami ugye külön szintben keresztezte a Cegléd-Szeged Temesvár vasútvonalat, ami a mostani 140-es vonal, már csak Szegedig, Cegléd-től. Ugye szintén Szeged és Temesvár között már felszedték a vonalat. Meg ugye felrobbantották a Tiszahídat is, amin ugye keresztül ment. Tehát a következő átjáróig kéne itt eljutni, hát ezen a földúton megpróbálom. Egyébként a Google térkép is jelöl itt egy utat, úgyhogy szerintem ez menni fog. Aztán majd onnan kell egy mellékutcán lemenni a vágányhoz. Nézzétek, itt már a 136-os mellett vagyunk. Ja, látszik, hogy teljesen új pálya, és a felállított felsőtökék tartó osztopok. Már a villamosítás az majd akkor fog elkezdődni, amikor már teljes egészében készen van. És először nyilván dízelüzemben fog megindulni a közlekedés. Ugye azt a villamosításig is akkor a tervonatokat már dízel előfogattal itt át lehet emelni Szabadka és Szeged között. De egyenlőre a delta vágány se fog megépülni, ami egyébként tervben volt itt, hogy épül egy delta vágány, amin majd menet irányváltás nélkül ki lehetne járni a 140-esre. Hát valószínűleg ugyanarra a sorsra jut, mint az érdi összekötő vágány, hogy mire megépül, már nem lesz rá szükség, vagy legalábbis nem annyira. Akkor a legnagyobb szükség lett volna rá, akkor még nem volt készen. Na és akkor itt látjátok, ez már a 136-os vonala. Teljesen új felépítménnyel, elem betonaljak, és hát ez egy ránézésre is minimum 60 kilós sinek. Csak ugye ezeken a sineken már az a baj, hogy nincsen ráírva, hogy mennyi. De hát látszik, hogy nem 48-as, mert annál azért jobb. És egy frissen elkészült útátjáró, még itt van a geotextil is. És hát aszfaltozott, tehát nem is estéréles, ugye amikor a gumielemeket rakják ide le, hanem ez rendesen aszfaltozott. Bár nyilván ezt még majd szabályozni kell, meg itt még fognak dolgozni. És hát errefele haladt tovább a vonal. Hát én arra nem tudok menni, ugye biciklivel nincs erre út, de majd megnézem mindjárt a térképet, mert itt valószínűleg vissza kell menni ezen az úton, ahol jöttem ki a főútra, és akkor a Terehalmi út fele kell majd menni, és onnan, ahol megint lesz rá lehetőség ott bemenni. Ként, hogyha emlékeztek a szegedi gazdasági vasutas videómra, akkor mentem ott valahol kb. Mellette egy földúton, de az eléggé nehezen járható volt, ahol a kisvasút, az egykori kisvasút az a nagyvasút mellett ment. Tehát azt már ugye mutattam nektek, úgyhogy most oda nem fogok bemenni megint, tehát lehet, hogy majd a következő a Szent Mihály teleknél lesz, amikor az egyik útátjáróhoz bemegyek. Viszont, hogyha már úgyis ott vagyok, akkor a GV épületet azt megpróbálom megint megnézni, hát hogyha most nem lesz ott senki. Ugye múltkor emlékeztek, hogy az elég nagy hangzavar szűrődött ki onnan, meg éppen hordtak ki valamit, és elég sokan voltak, úgyhogy nem mehetem ott megállni videózni, nem biztos, hogy örültek volna ott neki.
De hát, hogyha most sikerülni fog, vagy legalább egy-két fényképet csinálni róla. Na, menjünk tovább. Térképnézés, aztán gyerünk. Na, és akkor a kis erdősor végén. Itt megint sikerült egy átjáróhoz bejönni. 136-os. Szent Mihály. Telek arrafele van. És látjátok, az oszlopokat mindenhol felállították. És a vágányfektetés is megvan. Hát ez... Igen, itt a térkép is jelöl egy útátjárót, ez lesz az, de itt még a betonozás nincs meg. De ezt közelebb mindjárt megnézem. És ott látok egy földutat, de az lehet, hogy csak addig a házig megy. Az a felüljáró pedig már az autópálya. Megpróbálok azért még arra elmenni, hátha. Látjátok, geotextil megvan és az alap, de a betonozást azt még nem végezték el, de valószínűleg is egy lebetonozott átjáró lesz. És errefele is van egy földút, még itt is lehet próbálkozni. Ja, és itt van mögöttünk a Szegedi Sportreptér. Hát, tessék, itt kb. Eddig lehet eljönni. Itt az útnak vége van. De ott az ötös útra becsatlakozik, de az nekünk nem jó. Mintha innen vissza kell fordulni. Tehát arra fele lehetne tovább menni, de azzal nem vagyok előrébb, mert onnan ugyanúgy csak visszafele vezet az út, úgyhogy itt visszafordulok. És akkor a Teleholmi útra kimegyek. Hát, már látjátok, addig megvan, de majd akkor majd mindjárt közelebb megyek és megmutatom, de hát itt azért még van mit dolgozni. Hát a pálya az itt még hibázik, sőt itt még az oszlopok se állnak, tehát valószínűleg eddig jutottak. Hát ez a távíró pótnak pedig nem a nagy vasúthoz tartozott, hanem az még a gazdasági vasúthoz, amelyik itt ment mellette. Ugye megmutatom, hogy itt van egy tájékoztató tábla is, hogy itt mi történik. Bizony, és itt azt írják, hogy 2023. októberében fogják befejezni. Hát majd meglátjuk, majd egy év múlva visszajövök, és akkor kiderül, hogy mit végeztek. Egyébként 2021. októberében itt még látványos dolgok nem, de nem zajlottak be, attól függetlenül lehet, hogy akkor már zajlott valahol a kivitelezés, de ugye, ha emlékeztek, akkor novemberben jártam be a gazdasági vasútnak a nyomvonalát, és itt is jártam ezen a helyen. És akkor itt még megvolt a régi felépítmény. Sőt, egészen az egykori kisvasúti aluljáróig megvolt, azt meg fogom most nézni, mert arról már láttam képeket, hogy ezt elbontották, viszont vissza fogják építeni, az benne van a projektben, hogy ott ugyanúgy külön szintű kereszteződés lesz a, hát most már földút, de egykor ott ment a kisvasút. Hát meglátjuk. Na hát akkor, ahogy látjátok, eddig van, meg itt a betonaljak, itt már a sínszál az itt van, csak még nem rakták le. És itt az utolsó oszlop, ami megvan, és itt. Játok, eddig tart a vágány. Ott van a járatatlan pályaszakasz, vörös tétette, sőt ott, mintha valami dolgozna a háttérbe. Na, kicsit közelebb gudulok, megnézem. Ként valahol itt lehetett szerintem az a környék, ahol ugye most van az van a vasútra, hogy már előre félnek attól, hogy esetleg hangos lesz a elkészülés, sok lesz a tehervonat. Már úgy tudom, hogy a zajvédőfal itt benne van a projektben, csak még ugye azt láthatjátok, mi nem kezdték el építeni. De valószínűleg lesz bármilyen, nem tudom, mert én ha itt laknék, akkor az zajvédőfalnak sem ülnék annyira, mert a kilátás teljesen tönkreteszi. Innen, hogy a kertek végéből egy ilyen zöld színű nagy betonvizé mostumot kell nézni, hát az, akkor már inkább a vasutat nézném. Meg remélhetőleg tényleg csak ilyen, nem ilyen nagyon magas zajvédőfal lesz, csak ilyen körülbelül ilyen tér vagy elég magasságú, mert az ugye elég zajcsökkentésnek, mert a forgóváznál megvan, és ugye az a hangos, nem pedig maga a kocsi szekrény. Hát meglátjuk, hogy mi lesz. Hát igen, mondjuk az is hozzátartozik, hogy itt már régebben is vasút volt, tehát az igazi előbb volt itt a vasút, mint a lakók, csak gondolom hozzá szoktak, hogy itt már évek óta nem jár semmi. Most pedig majd fog is, ráadásul nem két-három motorvonat, ugye egy nap, hanem tehervonatok, és hát főleg éjszaka. Mert ugye valószínűleg a 140-esen is inkább éjszaka fognak haladni a tehervonatok, mert ott akkor fér bele a forgalomba, tehát akkor az azt jelenti, hogy itt is éjszaka fognak jönni. És hát eddig meg éjszaka nem jártak a vonatok, mondjuk Röszke meg Szeged között. De hát ez még a jövő zenéje, hát egyébként még át sincs adva, meg látjátok, eddig van még csak készen. Na ezt nézzétek! Akkor itt már látszanak a földmunkák, és bizony itt lesznek az oszlopok, a helye megvan. És a sínszálak az ide vannak rakva, de még nincs letéve, viszont az ágyazat az már megvan. Na szóval, tehát az ágyazat már megvan, a sínszálak még nincsenek a helyükön, meg az aljak sincsenek meg. És hát ott a következő átjáróig akkor kéne elmenni. Így szerintem mellette el tudom, hogy most nem fog valat jönni. Tessék, régi ismerős. És viszont gazdasági vasút erre ment, és itt van a nagy vasút, most minket ez érdekel.
egykori téhez bejárat, de ez megtévesztő, mert éppen itt a Google utcát mutat, viszont ott van egy zárt kapu, tehát ez magánterületre visz, viszont a Google szerint ez egy átjárható utca, és a Street View-on is átjárnak. Na itt volt az az átjáró, amit a múltkor mutattam, és akkor meg voltak a sinek. Hát látjátok, itt fordítva, itt le van aszfaltozva, van geotextil, viszont a sineket nem rakták le, tehát ez egy idéglenes aszfalt, ez biztos, hogy fel kell majd verni, hogyha a sineket is rakják, és látjátok, ágyazat megvan, de se oszlop, se aljak, se sín, de majd lesz az is. És arrafele tovább, öszkefele, ott valahol nagyon dolgoznak. Nagyjából az aluljáró környéke lehet, és itt van a GV épülete, hát nem tudom, lakják-e. Majd onnan kicsit megnézem szemben, és onnan szépen tudom fotózni. És ezt nézzétek, ez az egykori GV-nek az épülete, azt nem tudom, lakják-e, hogy sem. Szóval ez lesz nagyjából az egykori kis vasútnak az aluljárója. Szerintétek, hát a régi vágányból egyelőre ennyi maradt. Na, közben jó feltámadt a fél. Nem baj, most egyébként jól esik, csak a kamerának nem tudom, mennyire fog félzaj miatt. De ez volt az átjáróba. Valószínűleg ezt kibontották és ide félretették. Nem semmi. De ez még a régi talfás pálya a 48-as sinekkel. És ilyen vezetősín is jól látszik. Ezt nézzétek, itt van a kis vasúti aluljáró. Hát látszik, hogy már visszaépítették és most is dolgoznak rajta. Hát ennyi, hát most a munka ez így zajlik. Gondolom, hogy amint ez készen lesz, utána elkezdik tovább fektetni a vágányt. Hát most ennél nagyon közelebb nem tudok menni. Hát most kicsit nehezebben tudnám bejárni a kis vasutat. Ugye ez tavaly ilyenkor ez még átjárható volt. Most már ide voltak egy csomó föld. Tehát bár biciklivel szerintem át lehetne rajta mászni, de hát máshol nem nagyon. Itt már autóval nem tudsz átmenni. Egyébként előjöttünk. De hát ez ismerős lehet nektek, mert ugye egy kis vasút is itt jött. És építettek egy lépcsőt. Ez manapság már mindenhova szoktak egy feljáró lépcsőt építeni, szerintem ez már kötelező, azért is építik meg, régen meg nem volt az. Hát, az anyagok itt vannak, dolgoznak az a lépítményen. Immáron Röszke területén belül, már a vasútállomás előtt vagyunk, még a nyílt vonalon, sínszálak itt is megvannak, de még csak ennyi, és ott viszont már dolgoznak, és ott kezdődik a váltókörzet, picivel előrébb, majd mindjárt azt is megnézem. Már amennyire munkatett terület lehet. De nyilván itt mellette azért el tudok menni, és ott a felvételi épület is. Haladunk. És látjátok, eddig van a vágány, és itt kezdődik a váltókörzet is. Az egykori rakodó, meg ott vannak a kövek, tehát az alapanyag az megvan. Dolgoznak rajta. Még az öszketábla is ott van. Ott arrafele meg aztán pláne dolgoznak, úgyhogy majd ott valószínűleg ott mellettük kell valahogy elmenni. Tehát itt a vágány már le van fektetve, kettő. Ugye meg a váltó, hát még nincsen beszabályozva, az is látszik az én ilyen hullámvasútszerű. Ugye nyilván végig be kell szabályozni, mielőtt a vonatot ráengedik. Meg rendesen az ágyazatot is rá kell teríteni. De hát itt már halad. Látjátok, itt már peron is épül. Sőt, ott azzal a géppel a sineket is emelgetik. Na, megemeli, megint, aha. Felemeli a sínszálat. Vagy mégse. Na most igen, belehadok. Aha. És ott épül a peron. Ott pedig az állomás épület van. Röszke. És akkor Röszke országhatár felőli vége. Az őrhelyen, és bizony itt fiúk a vágányba dolgoznak, ahogyan az indóházon szokták írni. És itt errefele lehetne még tovább menni. Hát nem tudom meddig, majd azért el fogok még nézni errefele. És itt egy lezárt átjáró. Arrafele van az országhatár. Hát itt le vannak lakva itt a röszketábla végéig a vágányok, de ennyi beszabályozva nincsen. És itt is ugye ott kezdődik a váltó között, látjátok el? Ugye ennek három vágányos állomás lesz, egy átépítés után, jól láttam, a harmadik vágánynak még csak a helyét csinálják. És itt lehetne ezen az úton bemenni az állomáshoz, az utcafronton, de arra most nem tudok menni, mert ott dolgoznak. Na, nyílt vonal. Az a
dolgozzák hátrafele, és itt valahol is dolgoznak. És lesz ott még egy út átjáró, ott be tudok menni. Ezt megnézzük. Ezt nézzétek, az már ott a határ lehet. A kerítés. Az ott a határ a kerítésnél, és valahol itt keresztezzük mindjárt a vasúti pályát. És ugye ott már nem a Mad Max vagon van, hanem rendes kapu. Kénél, és valahol itt kell lenni a közúti határátkelőnek is. Hát, hogyha ki lehet menni, akkor Hordvosig kimegyek, és akkor ott is csinálok felvételeket. Na, ezt nézzétek, itt van a következő átjáró. Itt egykor egy fénysulompós átjáró volt, én még emlékszem is rám, hogy 2015-ben itt jártam. Akkor csak a vonalat utaztam be vonattal. Illetve elsétáltam eddig. Nagyjából eddig itt fordultam vissza, mert akkor már a határ közelébe nem lehetett menni. És ezt nézzétek, hát itt ágyazat az szintén megvan, ott dolgoznak az alépítményen. Hát itt pedig még semmi, itt az ország határig. Egyébként ott nagyjából annál a tolajnál van. És ott van a kapu. Ott állt egykor a Mad Max vagon. Egy kis érdekesség, hogy egykor volt egy nagy széksós nevű megálló, kb. A mostani országhatárnál, de hogy ez pontosan mikor szűnt meg, azt nem lehet tudni. De ott már 1984-ben se álltak meg a vonatok. Már Szerbia, hát igen, 19-ig van nyitva ez a határ, úgyhogy akkor jók vagyunk. Tehát hétvégén is, és ott van a vonal. Ez már a szerb szakasz, ott már a felső vezeték is megvan. Van itt egy Kamadás erdő nevű egykori állomás is, hát szerintem az lesz az ott szembe. De majd, hogyha nem a legalkalmasabb hely videózásra, mert itt az út szélén vagyok, és nem nagyon van hova lehúzódni se. De látjátok, az már ott Hordvos. És akkor ezt nézzétek, itt már az első vasúti átjáró, ez a szerb oldalon, ami biztosított. És itt látjátok, itt így működik a fénysorompó. Sima elsőbbségadás kötelező tábla, stop táblával együtt. És egy nyitott sorompó, és villogó fehér nincsen. Ez egyébként a legtöbb helyen nincsen. Ilyen nálunk speciál van, de például a horvátoknál sincsen. Meg Romániában sincsen. Hanem, hogyha jön a vonat, akkor mondom, az itt elkezd felváltva pirosan villogni, és lemegy a sodompó. Hát arra most várhatunk itt, akár jövő évig is. Úgyhogy megyünk majd tovább, és arrafele van Hordvos valahol. Hát lassan kell elhagyom azt a zónát, ahol még fogja a magyar mobilhálózatot, és hát az adatroamingot meg letiltottam, mert ugye ez elbírne, nem elutak, aztán ki tudja, mennyibe kerül, inkább lekapcsoltam. Úgyhogy offline térképekből fogok dolgozni, meg hát követem a sineket előbb-utóbb meg lesz. Még arra visszafele elmegyek, meg megnézem ezt a Kamadás erdei megállót. És látjátok, itt van Kamadás erdei megálló, hát szemlátomás nem lakott. Annyira megnézzük az utcafronti részét is. Vagyis hát már ez az utcafronti része a vágányok felől. És viszont itt már épül zajvédőfal, mint látjátok. Hát látjátok, ez az az épület. Nyílás zárok már befalazva, és ide épült a zajvédőfal elé, tehát meg itt a töltés is. Tehát itt valószínűleg nem fogják ezt már használni, mert ugye eddig se állt meg is semmi. És tudjátok, itt egész idáig még a felső vezeték is már megvan, tehát szerb oldalon tényleg ennyivel előrébb járnak, valószínűleg az országhatárig már megvan a felső vezeték is. Hát azért még mire idáig eljutunk, hát na, nagyon fáradt vagyok már. Szóval csak kimondom már, hogy mire eljutunk mi eddig, hogy nálunk is eddig felső vezeték lesz az országhatárig. Hát, az lehet, hogy még legalább egy év. De hogy nem holnap lesz, az már biztos, viszont itt már gyakorlatilag majd, hogy nem a határig megvan a vezeték. Hát most nem tudok tovább menni, mert ebben az út az eddig vezet. De hát igen, hát itt már gyakorlatilag készen vannak. Hordvosban is, hogy láttam a képeket, már az utolsó simításokat végzik. Hát mi ahhoz képest, ugye még a vágány sem tudtuk végig lefektetni. Tehát ugye ősz lesz, vagy meg kéne csinálni, hát reméltek addig meg lesz, hogyha dízelesen is, de fel lehet tenni a forgalmat. Hát elvileg az a csodamasina, amivel csinálják, az ilyen másfél kilométernyi vágányt le tud rakni egy nap alatt. Hát itt meg van 13 km a határig, szóval elvileg meg lehetne azt csinálni, tehát 10 nap alatt simán 15 km-t eveget akhatna. Jó, nyilván azokat még be kell szabályozni, meg a tájazatot rendezni, de hát azért utána az már úgy semmiség meg. Ha teljesen nincs is beszabályozva, akkor is már csökkentő sebességgel a vonat haladhat rajta. Na, tehát. És az első szertérközi jelző, amit látok.
és ott van egy behatási pont, valószínűleg az átjárói lehet, és hát arrafele tovább, és a felső vezeték az továbbra is megvan, és előbb-utóbb valahol arra lesz az állomás is. Az épület ott a sarkon az már lehet, hogy egy őrhely, vagy egy régi őrház. Mindegy, megyek, ameddig tudok. Mert még éppen van, de már nem nagyon. Bizonyára azt jelenti Szerbül, hogy itt van a vasútállomás, mert egyébként tényleg, nézzétek meg. És valóban az épület, amit láttam, az tényleg egy régi őrhely volt. Vagy hát ki tudja, hogy most is használják. Úgyhogy akkor itt bemegyek, és akkor ott vagyok az állomáson. Na itt a horgosi állomás. Látjátok, hogy gyakorlatilag tényleg az utolsó simítások, mert a vágányhálózat az láthatóan készen van. A felső vezeték az megvan mindenhol, az összes vágány fölött ki van építve, ahogy innen látom. Itt egy vasúti átkelő szintén. Hát vonat az nem fog jönni. Hát ott a csonkavágánynak a vége is, ott van az az őrhely. Hát ennyi, az utcafrontot meg tudom nézni, meg hogyha be lehet menni, akkor a peront megnézem. És bizony itt van az egykori őrhely. Hát vagy egykori, vagy lehet, hogy most is használják, de fel lett újító, az látszik arra. Tetőszerkezet cserélve, és egy 121-es számú őrhely volt valaha. Ugye ez a vonal még az Alföldfiumei vasút része volt, de szerintem ezt már mondtam. És ott, ahogy látom, ott épült peron, lift is, valószínűleg akkor aluljáró is van. Nézzétek, itt van az állomás. És bizony, igen, ott aluljáró, azok meg ott liftek. És itt van a felvételi épület utcafronti szintje. Hát, gyakorlatilag ez már szerintem készre van jelentve. Tehát itt tényleg utolsó simítások vannak már csak hátra. Hát eddig akár vonat is közlekedhetne. Ki tudja, lehet, hogy hamarabb beindul egy Szabadka-Horgos járat, mint hogy mi elkészülnénk a mi oldalunkon a vasúttal. Hát meglátjuk. És a Szabadka felé vége az állomásnak. Hát benne áll egy tehervonat, de szerintem ez az anyagolás, tehát ide hozta az utcát. És egyébként látjátok, így néz ki, csak közben ott dolgoznak is, tehát itt sem fényképezek. Látjátok, ott van a peron, aluljáró, csináltak ilyen akadálymentes feljárót is. Már emiatt a kis szintkülönbség miatt is megcsinálták. Úgyhogy itt aztán tényleg mindenre gondoltak. Hát itt van a felvételi épületnek a vágányok felüli oldalon, vagy a túloldalról még csinálok egy képet. És ott látjátok, hát itt van. Minden is. Hát ez tényleg készen van. Négy vágány van. Bár ugye az egyik az csonka, mint láttuk, sőt, igazából öt, mert ott is kiágazik még egy csonka, tehát alakul. Utcafronti oldalt meg már mutattam nektek az előtt. Ez lesz majd a parkoló, látjátok, van egy mozgássérült parkoló, és többi, hát ez a úgymond T+R lesz itt az állomás előtt. Még lehet, hogy a túloldalt is lesz egy idővel. A helye megvan. És akkor a horgosi állomás innen szemből. És közben megérkezett valami munkagép. Ez ilyen sínpakolós vagy, ja, de már megy el. Ha viszont valamennyi síntelek szerint leraktak. Most jövök visszafele egyébként, és ez itt a határ utáni első átjáró, itt a Röszke felé vezető úton. Látjátok, nagyon halad. És ott van még egy gép. És akkor ismét Szegeden. És akkor aminek az apropója, amit mutattam, hogy egy kicsit tovább megyek arra, akkor ott van a 4-es villamosnak a végállomása, és van olyan trendrénterv, hogy itt meghosszabbítva, hát valahol itt ezen az úton tovább viszik, és így csatlakozik majd a Tenehalmi út után valahol be a 136-osba, és akkor úgy járna ki, meg úgy járna be Szegedre a trendrén, Szabadka felől. Hoppá, itt meg egy 76-os busz. Hát mondjuk ez a terv sem rossz, mert ugye itt még a villamost is tovább lehet bevinni, és nem nagyon van neki hely, tehát az útból kell valószínűleg elvenni. Vagy valamelyik oldalt a járdából, de hát egyik sem olyan neki fizetődő dolog. De hát valahogy biztos meg lehet oldani, és akkor remélhetőleg ez egyszer meg fog valósulni. Hát már meglátjuk, hát közben meg, hát most már csak vissza kell jutni az állomásra. És akkor ezt nézzétek meg. Egy retro bicikli szállítókocsi is lesz most a mostani szerelvényünkön. Az előtt is egy retro kocsi van, viszont itt van a retro bicikli szállítókocsi, amit egyelőre én kibéreltem egyedül, mert senki más nem jött biciklivel. Na ez lehet, hogy pillanatokon belül változni fog, de azért ez nem semmi.
És már just is ebben fogok utazni, csak most még nem szálltam föl, mert még kb. 20 perc múlva indulunk, és hát meg lehet benne dögleni, ameddig nincsen panaszlék kondi benne. De hát ez jó, de most lehet lózunk, ezzel megyünk vissza. Ez pedig a csörgős Békés Csabára. Mindjárt felszak, mert megmutatom belülről is a vagont. Aha, és most jön be a másik vonat, ami Pestről jött, és hát ez ennyi, ez a tényleg retrocikli szállító. Van benne egy ilyen akadálymentes WC, jó nagy. Hát ebből elég ennyi szerintem, a szakból is. És hát itt van a négy, és egyetlen ülés van, de az nekem pont megfelelő. És hát ugye ott van a drótszamár is. Rábíztam ott arra a kampóra, meg arra a lakatra. Úgyhogy zuglóig ott el lesz. Na itt pedig van egy dákó. Szépen szerelvi rendezgetésként. És hát akkor ez ennyi lett volna. Köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek, nekem kellemes utazást vagy hazafele. Hát ha elindul, akkor majd a mered szél azért majd csinál itt jó levegőt, de hát addig meg le fogok mindjárt szállni vele, mert ezt nem lehet bírni. Na, akkor az elékezett egy szilikózis. 280 szilik. Ez hozta a pesti vonatot.